Egyszer szakmailag eljutsz egy olyan szintre, amikor pusztán megérzésekből, meg ilyen jövőképépítésből nem tudsz megcsinálni dolgokat. Nem lesz elegendő hozzá az. Tehát annál sokkal több rutin kell, vagy tudás, amit nyilván nekem mentor hiányában saját magamnak kellett, meg kell mind a mai napig ezeket beszereznem, ezeket a tudásokat. Május elejei hirtelen nyárban az, hogy az OSP-től indultunk Szigetből, annak egy elég érdekes oka van, hogy szeptemberben lesz nektek itt egy giga rendezvényetek, ami idén nem is az első, meg hogyha ugyanolyan jól sikerül, mint ahogy az utóbbi rendezvényeitek sikerültek, akkor az, hogy ebből talán hagyomány is lesz, és nem is az utolsó. Így van. Minden rendezvényünket évente egyszer tartjuk meg, és minden rendezvényünket az A4S Fantasy Hungary megbízásából, mint Németh Ádám főszervező, bonyolítom le, találom ki, álmodom meg, és ez alapján szerveztünk egy koncertet. Az Audi Arénában volt a Karamell koncert még tavaly előtt, illetve szervezünk versenyt, ugye ez a Fusion Dance Contest, ami egy országos modern tánc bajnokság, illetve lesz most idén ősszel az Olimpiai Sportparkban ez a Fusion Sport Motivation, ami ennek a Dance Contest eseménynek úgymond a testvérrendezvénye. Az mindig fontos, hogy ezt a képzeletbeli lufit ezt tovább és tovább és tovább fújjad. Mert hogy ez egy ilyen fejlődési irány, hogy ebből a versenyből, ami idén volt másodjára, ebből most kinövi magát egy még nagyobb rendezvény. Így van, hát mindegyik, ugye mindegyik célomnak vannak olyan további álom-megállói, ha lehet ilyen képzavarral élnem, mert értelemszerűen az egyik már hozza magával a másikat. Ezt gondoltad volna te, hogy ez ilyen szintre fejlődhet, amikor 2006-ban megalapítottad ezt az egyesületet, és elkezdted a saját márkádat felépíteni? Most már talán nem nagy képviség azt mondani, hogy ebből ennyi év után egy márka lett itt a városban. Igen. Nagyon-nagyon-nagyon fiatal voltam, amikor az A4S Fantasy elindult. Egyáltalán nem voltam akkoriban annyira tudatos, mint ma. Hát szinte gyerekként gyerek voltam, mikor ez az egész így elindult. Úgyhogy így az elmúlt években érzem azt, főleg az elmúlt 3-4 évben érzem azt leginkább, ami minden szinten aktív, és ilyen programgazdag lett így az életem. Minden téren rengeteg új hatás ér, rengeteg embert ismertem meg, és ennek köszönhetően, illetve az önfejlesztésnek köszönhetően jutottam el szerintem ma oda, ahol most tartok, és ebben a szerencse abszolút nem vett részt. 2006-tól, amikor elindult az A4S van, akkor nagyon ösztönből működtem. Egyébként alapjáraton így én ösztönlény vagyok, viszont egyszer szakmailag eljutsz egy olyan szintre, amikor pusztán megérzésekből, meg ilyen jövőképépítésből nem tudsz megcsinálni dolgokat. Nem lesz elegendő hozzá az. Tehát annál sokkal több rutin kell, vagy tudás, amit nyilván nekem mentor hiányában saját magamnak kellett, meg kell mind a mai napig ezeket beszereznem, ezeket a tudásokat. Tehát ugye alapjáraton én, ahonnan indultam, én egy táncos vagyok. Táncosnak érzem, gondoltam magam akkoriban. Ma ez már nagyon-nagyon megváltozott.
és egy táncosnak igazából nem tisztje mindenhez érteni, azt gondolom. Mind ahogy mondjuk egy festő sem ért a villanyszereléshez, vagy egy súlyemelő sem ért minden esetben mindenhez. Most mondtam egy példát. Tehát, hogy én táncosként működtem, táncosként gondolkoztam, nem gondoltam, hogy valaha nekem üzleti találkozókra kell majd járnom, vagy pedig egy több ezer létszámos rendezvényt kell majd szerveznem, illetve amit hoz magával, rengeteg mindenhez kell érteni. Úgyhogy gyakorlatilag néha úgy érzem magam, hogy ilyen öt ember életét élem egyszerre. De ugyanakkor meg izgalmas, és imádom, és nem cserélnék mással, mert nagyon szeretem ezt csinálni. Azért amivé ez kidőtte magát, az nyilván már egy komoly csapatjáték is. És szerencsére, ha nem is minden poszton, de azért megvan ez a csapat, akik segítik a munkádat. De nézzünk vissza egészen odáig, ahonnan ez az egész indult. Te Győrbe egy készségfejlesztő iskolába jártál, ami manapság már nincsen akkora szinten vagy becsben tartva, mint akkoriban volt, de több interjúban is te azt elmondtad, hogy te onnan, azokból az évekből meríthetted azt az alapot, amiből a kreativitásod vagy a szép érzéked kialakult, és akkoriban te néptáncot tanultál. Az fontos szerinted, hogy ha valaki tánccal foglalkozik, akkor valamilyen klasszikus alap legyen ehhez? Nagyon jó tanáraim voltak, azt gondolom, és amikor általános iskolában valóban ilyen fakultációkra jártam a tanulmányok mellett, egyébként jártam rajzolni is, jártam grafika szakkörre, festettem is, nagyon érdekelt a művészettörténet, érdekelt a tánc, mint művészet, és ugye akkoriban, ugye itt most én 1994-5-6-ról beszélünk, akkoriban nem voltak ilyen lehetőségek Győrben, hogy minden sarkon egy tánciskola, ami ezzel foglalkozik. Meg nagyjából itthon szinte sehol, hiszen nem, akkor nem kezdett kinyílni a világ, akkor jöttek be egyáltalán Magyarországra azok a hatások vagy irányzatok a tévén keresztül, amikből kifejlődhetett. Így van. Több hasonló iskola is azóta. Így van, hát ugye ami tánc Győrben akkoriban leginkább a néptáncról és a balettről szólt minden. Viszont nem alakult úgy akkoriban az életem, hogy mondjuk egy balettet kipróbálhatnék. Viszont ha újra születnék, én biztos, hogy balettoznék. Én nagyon csodálom azt a műfajt. Nagyon csodálom azokat az embereket, táncosokat, akik ebben a művészeti ágban érvényesülnek. Viszont én akkoriban gyerekfejjel teljesen elégedett voltam a néptánccal. Akkoriban ismerkedtem meg ugye a színpaddal is, jártunk fellépésekre, volt pár tévés szereplés, és ugye gyerekként ez egy nagyon izgalmas terület volt, és én kicsit ilyen kiváltságosnak éreztem, hogy ebben így részt vehetek, és nyilván ugye ott szeretették meg velem nem csak a tánc, hanem a mozgás iránti szeretetemet is. És ezen akkor te egy idő után a néptáncon túlnőttél, vagy a kornak jött egy olyan hatása, ami miatt a modern tánc az bekerült a képbe? Egy kicsit mindkettő. Amikor ugye én kijártam az általános, és 8. után ugye a gimnáziumba mentem tovább, akkor már úgy kicsit így, hogy mondjam így, addig olyan sokat fejlődött pár év alatt ugye az életem, hogy már így nem éreztem menőnek azt, hogy én néptáncozzak. Ugye akkoriban... Azzal csajozni már akkor nem igen. Nagyon lehetett. Lehet, hogy egy 20 évvel ezelőtt még igen, én is néptáncoltam gyerekkoromban, de aztán én a kosárlabdát választottam utána. A tévécsatornákon ugye megjelentek az akkori Michael Jackson, DJ Bobo és társai videóklipek, amikben rengeteg tánc volt. És az ugye nem a néptáncról, hanem leginkább a hip-hopról, a videoclip dancingről szólt, illetve akkoriban ismerkedtem meg azokkal a győri break csapatokkal, vagy táncosokkal, akik még mind a mai napig azóta is űzik ezt a mesterséget, és nyilván hatást gyakoroltak rám, hogy ezek a videoklipek, illetve
a győri brékesek, akiknek nagyon tetszett ez a fajta világa, és azon nyomban így rácsaptam. De mind a mai napig egyébként leköt egy néptánc produkció, hogyha látok ilyet, nyilván így örömmel gondolok vissza azokra az évekre. Otthon ezt hogyan fogadták, ezt a elég kontrasztos váltást, amikor egy tinédzser egy néptáncból átnyergel egy inkább akkoriban még ilyen bandázósnak gondoló, aha, gondolt formára? Leginkább akkor éreztem, emlékszem, ezt ugye ehhez az élményem ezt tudom kötni, hogy akkor éreztem ezt leginkább, hogy ezt így elfogadják, hogy én ezt csinálom, és ezzel szeretnék foglalkozni majd aztán komolyabb szinten is. Amikor egyszer karácsonyra kaptam egy CD-lejátszós magnót, abból azokból kifolyólag, hogy jó van, drága fiam, akkor itt ez a CD-lejátszós magnó, és akkor sok sikert. Mert ugye addig nekem nem volt egy ilyen magnóm, amiről taníthatok, vagy amiről egyáltalán gyakorolhatok, és az volt az első olyan momentum, amikor ilyen útravalónak éreztem ezt így a nagyvilágban, hogy akkor hajrá. És hát viszonylag hamar, ugyan ehhez azért évek kellettek, meg rengeteg munka nyilván, de jöttek is az eredmények. 2005-ben te világbajnokságot nyertél, párosban meg egyéniben is, és rögtön abban az évben még egy itthoni versenyt is nyertél, a Viva TV-n volt egy. Igen. Emlékszem, akkoriban tényleg rengeteget edzettünk. Tehát ott tényleg máshol sem szóltak a hetek, hétvégék, hogy bementünk délelőtt a terembe, és kijöttünk este. De hát ez így normális volt igazából. Ez minden sportban így van, ahol valóban eredményeket akarsz elérni, ahhoz rengeteget kell gyakorolni, edzeni, ez így normális. Ugye 2005-ben nyertem meg a táncreakciót, 2005 év végén, és ugye ez a műsor adta meg nekem azt a lehetőséget, hogy az akkori 2006-os repülők koncerten, ami még akkor a Budapesti Arénában volt, részt vehessek, mint táncos. Tehát nem kellett a táncos castingon részt vennem, hanem automatikusan bekerültem a tánckarba. És hát ugye nekem ezt így vidéki táncosként 2006-ban felkerülni a fővárosban, és az akkori celeb táncosok közé bekerülni, és együtt vehetek részt egy ekkora gigaprodukcióban, ez nekem egy óriási lehetőség volt, és nagy szó. Tehát kb. Kettőt nem szóltam végig, annyira örültem ennek a lehetőségnek. És igazából onnan indult el minden. Rengeteg munkát hozott, rengeteg feladatot hozott az, hogy én akkor ott, illetve az, hogy megnyertem a táncreakciót. Az önmagában amúgy nem hozott semmit szinte, ezt így kimerem jelenteni, de azt, hogy amit én kezdtem magammal azután, az inkább mai napig tartó barátságokat ápolok azokkal a táncosokkal, akikkel abban a 12-13 évvel ezelőtti koncerten részt vettem és táncoltam. Mind a mai napig aktív táncosok, edzők, vezetők, koreográfusok. És mikor fordult az meg benned, hogy ezt a tudást, amit már akkorra mondhatjuk azt, hogy tudást, hiszen eredmény is volt mögötte, ezt ne csak magadnak kamatoztassad, hanem szeretnéd ezt átadni is. Akkor eljártunk folyamatosan fellépni, ezeken a tavaszi-nyári rendezvényeken állandó jelleggel felléptünk, illetve voltak ilyen kisebb-nagyobb megjelenéseink városon kívül is. Megkerestek bennünket, most itt többes számban beszélhetek, mert ugye akkoriban egy csapattal mozogtam mindig, megkerestek bennünket azzal kapcsolatban, hogy szeretnének csatlakozni hozzánk, és hogy lehet-e arra mód, hogy mi órákat adjunk számukra, hogy ők is elsajátíthassák ezeket a mozdulatokat, vagy ezt a stílust. És hát ugye akkoriban mi nem azért alakultunk meg, hogy mindenképpen oktassunk, hanem a saját magunk szórakoztatására mi csináltunk műsorokat, produkciókat, és ezzel így jártuk a város különböző rendezvényeit, aztán ugye a városon kívül is, majd aztán országhatárainkon kívülre is hívtak már minket szerepelni. És akkoriban kezdtem el ezen így igazából gondolkodni, hogy jó, hát akkor itt szerintem aktuális lesz az, hogy én erre valami bizonyítványt szerezzek, hogy én, mint Németh Ádám, jogosult lehessek arra, hogy én ezt a szakmát, ezt így taníthassam is. És ugye akkoriban nem,
most itt tényleg ilyen 2000-es évek elejéről beszélünk, nem voltak olyan gazdag lehetőségek, mint manapság, hogy minden órában van egy képzés Magyarországon, vagy bárhol. Ezért emlékszem, hogy az ilyen megspórolt pénzemet eleinte arra költöttem el, hogy világot lássak, és külföldiektől is tanulhassak. És ugye akkoriban valóban nem volt ez még divat, hogy Magyarországra hívtak. Most így modern tánc hip-hopról beszélünk. Minden egyes rendezvényre külföldieket, akiktől ott szakmai képzést vehetsz a helyszínen. Ezért nekem kellett elmennem külföldre, hogy olyan hatások érjenek, amitől majd inspirálódok. És emlékszem, az első ilyen utam az Belgiumba, Brüsszelbe vezetett, ahol egy Gigi Torres, Candence Brown workshopon vettem részt. Ők voltak az első ilyen külföldiek, akiket itt test közelből érzékelhettem, és egy óriási hatást gyakoroltam. És igazából na ott volt az, amikor így átszakítottam ezt a képzeletbeli szalagot, és akkor kilőttem magam. Ti ebből a szempontból, a ti generációtok ebből a szempontból talán azért szerencsésebb, mint a korábbiak, hogy ebben az időben ugye bejött már az internet, és nyilván ezt a stílust, ezt mindenki eleinte autodidakta módon kezdte el csinálni, hiszen nem volt nagyon hol, amit említettél is, ezt tanulni, és az internetről lehetett nyilván már inspirációkat, meg ötleteket, meg mintákat venni ehhez. Ez így vált, figyelj, ez régen úgy működött, ugye a hip-hopnak ugye a break az alapja, és ez a breakesek között is úgy működött, hogy voltak Amerikában, Franciaországban, egyéb külföldi országokban olyan nagy nemzetközi vagy világversenyek, ahol profi anyagok készültek az ott látottakról, és akkor ez valahogyan bekerült az országba valakihez egy VHS kazettán, és akkor azt az egy darab VHS kazetta ment körbe az egész országba, és emlékszem, volt olyan, amit én láttam, amiket így végignéztünk, ugye ez a Battle of the Year, vagy a Jazz Debut versenyek, hogy annyira durván szalagos volt a képernyő, amit néztem, tehát amikor rongyá volt nézve már az a VHS között, meg 156 ezeren átmásolták, hogy gyakorlatilag én már olyan kópiákat láttam, ami alig tudott kivenni a mozdulatokat. De szóval, hogy ez régen így működött. Ma pedig beütöd a YouTube-on, hogy dance és kiad 200 millió találatot. Tehát ez ma már így megy. Igen, a mai fiatalok talán ezt el se tudják képzelni, nem hogy a VHS-t, hanem ezt az egészet. Ma már az, hogy beütsz bármit az interneten, és ott van a szádba, az akkor hát nem lehetetlennek, vagy elképzelhetetlennek tűn, de hát távolinak nagyon. Abban az időben ez mennyire volt a környezetedben elfogadott ez a stílus? Hát ugye ez mind a mai napig amúgy egy réteg sport. Nem hiába. Jó, de ma már talán nem úgy gondolnak erre, hogy a huligánok lenne az utcán bóckodnak, hanem azért ennek egy kicsit nagyobb nívója. Valóban nagyon sokat fejlődött ez a kultúra, de azt gondolom, hogy még mindig nem elég nagyban. Tehát nem hiába nem olimpiai sport, vagy nem hiába nem kap akkora teret Magyarországon ez a sport. És azért mondom így, hogy Magyarországon, mert vannak olyan országok, ahol ez nem hogy országosan elfogadott, de órai tananyag, tehát iskolákban a hip-hop mint olyan, a modern tánc mint olyan tananyag. Tehát például voltak olyan break hip-hop versenyek, ahol a győzedelmeskedett csapatot az ország miniszterelnöke fogadta a reptéren és gratulált egyenként nekik. Tehát, hogy ezt Magyarországon itt soha nem fogod megtapasztalni. Ez egy elég nagy szakadékot feltételez így a tánc kultúrába, amit az elején te említettél, hogy te ha ma újra kezdenéd, akkor te lehet, hogy balettoznál. Ez a másik irányból még mindig nincsen meg, ez az elfogadás. Manapság abszolút a fúziókorát éljük így mindenben. Rengeteg olyan táncos barátom van, aki balettozott, és párhuzamosan mellette ezekkel a modernebb vonalakkal is foglalkozik. Viszont fordítva már nincs, tehát olyanról nem tudok, aki mondjuk felnőttként hip-hopozott 10 évig, és akkor aggól mondhatod, hogy ő balettos lesz, tehát abból soha az életben nem lesz balettos, viszont fordítva nagyon sok olyan ismerős. Nyilván nem is lehet, hiszen balettozni mondjuk sokkal hamarabb el kell kezdeni, és a testet ahhoz hozzá idomítani, hogy ezt tudja művelni, és nyilván sokkal
kevésbé lehet azt a sávot is kitolni, hogy hány évesen balettozhat meg valaki, akár férfiként, vagy akár nőként. Én amikor készültem erre a mai napra, előkerestem egy-két ilyen filmet, és van egy 2010-es Street Dance című film, amiben pont egy ilyen kapcsolódás van, ez a témája, hogy van egy ilyen utcai táncos csapat, egy banda, igen, akik kapnak egy olyan lehetőséget egy balettintézményben, hogy ott próbálhatnak, majd utána szétszették az épületet, az intézménynek az egyik vezető tanára ezt tovább fújva összehozta a két csapatot, és az utcai táncosok elkezdtek a balettosokkal foglalkozni, és egy tök érdekes dolog született utána belőle, és nyilván egy hatalmas siker lett, de ez szinte még ma is elképzelhetetlen szerintem. Hát igen, ez itthon nem nagyon tudok ilyen kapcsolódásokról, hogy ennyire komoly, még egyszer ezt a szót használom, ilyen funkciók lennének, viszont a Győri Balettel az Air Force Fantasy több alkalommal is dolgozott együtt, és most is kaptunk egy ilyen felkérést, viszont abban nem volt még ilyen lehetőségünk, hogy a táncosok kontakt kapcsolatba kerüljenek így a tánc révén. Tehát mindenki nyilván táncolta a maga műsorát, csak egy eseményen egy időben voltunk színpadon mondjuk, de én nagyon nagy izgalommal állnék egy ilyen felkérésnek, egy felkérés előtt biztos, hogy élvezném, és ez nagyon nagy kihívás lenne számomra, meg számunkra. És nyilván az eredmény is egy olyan lenne, ami még közelebb hozhatná, mert a balettel ugye az a nehéz még ma is, hogy azért áll nagyon távol az emberektől, mert nem ismerik. És mindenki leragadt a tütős, picipős balettnél, amikor már rég nem ilyen darabokról beszélgetünk, főleg nem Győrbe, ahol néha olyan darabok vannak, ami után kijön az ember, és csak így csöndbe marad még egy másfél-két napig, mert a hatása alatt van egy ilyen komolyabb mondandóval bíró darab után. És ezek már rég nem ezekről szólnak, mint annak idején voltak ezek a klasszikus darabok. Igen, de ezt a hip-hop táncoknál is elmondhatjuk, hogyha most mondjuk valaki, most mondjuk egy olyan családról beszélek, vagy egy olyan emberről beszélek, akinek nincs köze a tánchoz, és mondjuk elmegy egy sportrendezvényre, ahol pont van egy hip-hop csapat fellépő. És meglátja a színpadon, majd felkonferálja a műsorvezető, hogy XY hip-hop táncokkal foglalkozó csapatprodukcióját látják. És ha az a produkció gagyi, szakmailag förtelmes, akkor a néző, aki életében először látott egy olyan produkciót, aminek ugye azt a nevet adták, hogy hip-hop show, vagy hip-hop táncshow. Abból fog következtetéseket. Igen, akkor így van, akkor ő onnantól kezdve azt a hip-hopot, mint szót, vagy táncot, mint szót, ahhoz az előadáshoz fogja kapcsolni, amit ott látott. És onnantól kezdve lehet azt mondja, hogy úristen, ez a hip-hop tánc, na hát nekem ez nem tetszik. Nyilván, amíg az ember táncosként éli a napjait, addig az éppen aktuális koreográfiájára vagy feladatára kell koncentrálnia. Viszont miután létrehoztátok ezt az egyesületet, és elkezdtél utána te is már emberekkel, fiatalokkal is foglalkozni, ez nagyon sokat változott ebből a szempontból, hogy onnantól kezdve már nem táncosként működsz, hanem szinte, amit már mondtál, hogy ezer olyan dologgal kell foglalkoznod, amivel azelőtt nem. Ez a nagy váltás, ez hogyan érintett téged? Igen, emlékszem, amikor táncosként tekintettem önmagamra, és másból sem álltak a napjaim a tanulás mellett, hogy eljárok táncpróbákra, meg fellépésekre. Ugye jött a következő állomás az életemben, amikor már edzőként, a képesítés megszerzése után így edzőként, vagy tánciskola alapítóként, vezetőként kellett, vagy is kellett érvényesülnöm, és ugye ameddig ebben így nem vagy benne, addig fel sem fogod, hogy ez mennyi mindent hoz magával, mennyi feladatot hoz magával. Tehát ha most mondjuk így mérlegre tenném azt, hogy ha csak táncos vagyok, és táncos is vagyok, meg edző is vagyok, meg vezető is vagyok, akkor olyan szinten billene el a mérleg, hogy már lehet, hogy csak 30%-ban vagyok táncos, és az összes többi fennálló részben pedig már vezetnem kell, igazgatnom kell, megbeszélésekre kell járnom. Hú, és ebből rengeteg van. És ugye ez mind miből veszél az időt?
az önfejlesztésből, abból, hogy bejárja terembe gyakorolni. Amire nyilván ezután is szükség van. Így van, hiszen, így van. Ez nem olyan, mint akár az én tornatanáraimra emlékezvén, hogy olyan feladatokat kaptunk, amiket ők mondjuk nem annyira tudtak megcsinálni. Igen. Tehát nem annyira tudsz önazonos lenni úgy egy koreográfiával, vagy bármivel, hogyha azt nem tudod előmutatni, hogy most éppen mire gondolsz. Ez így van, és ez egy nagyon jó gondolat tőled, mert emlékszem, hogy egyszer megkérdezték tőlem, hogy meddig szeretnék tanítani. Fú, hát ez is most erre az ember mit mond? Hát nyilván szeretne örökre tanítani, vagy mindig tanítani, de én mindig azt a választ adom, hogy addig szeretnék tanítani, ameddig meg tudom mutatni. Mert nyilván, ha nem tudod megmutatni, akkor hogy tanítod meg? Tehát a tánc az nem egy olyan műfaj, amit ülve, magyarázva el lehet sajátítani, hanem azt gyakorolni kell, azt meg kell mutatni. Ez nehéz volt neked elengedni, amikor te rájöttél arra, hogy akkor választani kell, hogy akkor én most tanítok, és akkor csak tanítok, vagy táncolok, és akkor azt viszem tovább. Mert hogy dönteni kellett nyilván. Én mind a mai napig aktívan táncolok, részese vagyok a színpadi létnek. Az most más dolog, hogy nem szerepelek ebben az évben versenyszámokban, vagy volt olyan év, amúgy volt 6 versenyszámom, volt, hogy egy versenyen 12-szer voltam színpadon, egy nap alatt. Most már nekem nem az a legfontosabb, hogy állandóan szerepeljek, sőt, egyáltalán nem fontos, hogy szerepeljek. Nekem sokkal fontosabb az, hogy a tanítványaim, versenyzőim mutassák meg azt, amit tanultak, és az ő sikereik számomra sokkal fontosabbak, mint a saját sikereim. Ez így átalakult, de igazából ezt így rövid úton eldöntöttem, mert így az ember fölteszi magának a kérdést egy idő után, amikor így a besokalás szintjén vagy, hogy oké, akkor most döntsünk. Most mi a fontosabb? Az, hogy tényleg így eltáncikálunk, fellépésekre járunk folyamatosan, vagy szeretnék növekedést elérni mindenben, akkor viszont hozni kell áldozatokat, akkor viszont le kell mondani dolgokról, melyiket szeretnéd, és akkor nyilván szeretnék növekedni, meg bővíteni a referenciámat, ahhoz viszont el kell engedni pár dolognak a kezét, hogy ez így meg tudjon valósulni. És nyilván itt belép egy csomó olyan dolog, amire akkor ébred rá az ember, amikor kilép a csak táncos létből, hogyha már emberekkel foglalkozok, az kőkemény pszichológia is, az nem csak szakmáról fog szólni, mert itt nem tárgyakkal dolgozik az ember, hanem egy folyamatosan változó, különböző impulzusokat, ingereket kapó, főleg fiatal korban, ez elég nehéz lehet a tínédzser korban, amikor folyamatosan változik az embernek a gondolkodása, meg akár a hozzáállása is bizonyos dolgokhoz, és velük úgy dolgozni, hogy motiválni is tudjad, és ne egy nyűg legyen neki, mert akkor már neked is az lesz. Sokkal nehezebb megértetni a víziódat, a táncteremben lévő emberekkel, mint szimplán lemásolni egy mozdulatot. Tehát a táncstílusoknak van egy definíciója, tehát van egy tánc története, egy múltja. És hogyha nem érted ezt a fajta hátterét a stílusoknak, nem érted a múltját, így van, akkor a mozdulatot sem fogod tudni érteni. Lehet, hogy meg fogod tudni tanulni, és gyönyörűen leveszed, és tiszted, de nem fogod érteni. Ezt nagyon nehéz átadni egy olyan fiatalnak, aki ma már abban nő fel, hogy minden ott van neki fél perc alatt, és nem feltétlenül az alapokról akar ő indulni, hanem ő csak azt látja, hogy ide lehet eljutni, és rögtön azt szeretné. Tehát meg tudja azt érteni, könnyű azt megértetni vele, hogy ez egy ugyanolyan folyamat, mint akár az írás tanulás, és hogy én nem összetett mondatokat kezdek írni, hanem meg kellene tanulni az ABC-t mondjuk hozzá. Ő próbál majd jó növendékként persze ott fülelni, és érdeklődést mutatni a dolgok iránt, és nyilván azt fogod érezni rajta, hogy ezt ő befogadta, de amúgy meg szívemélyen nem érdekli. Tehát ma egy olyan felgyorsult világban élünk, egy olyan ingergazdag világban élünk, ahol azt gondolom, hogy a definíciókra nincsen szükség az embereknek. Nem érdekli őket, neki ez száraz. Tehát a táncos táncolni akar, és nem kimondottan akar ő itt most tánctörténeti háttereket bemagolni, meg ilyen szinteken érteni hozzá, de ez nyilván az edző is azért ezt így be tudja lőni, hogy mikor, mit, milyen mennyiségben kell, hogy elmondjon. Vagy mi fér egyáltalán bele az óraadásba. Nyilván rengeteg olyan variáció van ebben, akár egy fiatal
oldaláról nézve, hogy valaki lehet, hogy csak hetekig vagy hónapokig van köztetek a csapatban, de nyilván vannak olyanok is, akik aztán évekig így van. Lesznek a csapattagjai, és talán ez ezen fog múlni, hogy ezt az alapot ezt ő hogyan fogadja be, hogy van-e a hozzáállásában az a plusz, ami miatt ő belátja azt, hogy erre szükség van ahhoz, hogy ő ezt igazán komoly szinten művelhesse. Igen, egy idő után be fogják látni, mert amikor elmegyünk ilyen táncos rendezvényekre, vagy egy versenyre, vagy egy workshopra, egy képzésre, akkor egyszerűen össze fogja tudni magát pillanatok alatt mérni a másikkal. És azt fogja látni, hogy ő valószínűleg jobb, vagy nem tudja eldönteni, hogy jobban áll, de valahogy mégis érezni fogja azt rajta, hogy mint hogyha ő mélységében így többet értene ehhez a dologhoz. És ez valószínűleg rá fog jönni, hogy ez azért van, mert jobban belásta magát a témába, és érti azt, amit csinál. Ami most legutóbb volt nektek ez a verseny április végén, ugyan ezen ők nem vehettek részt, ami nem tudom, hogy a táncos szakmában ez mennyire így van máshol is, hogy egy hazai rendezésű versenyen az egyesület tagjai nem vehetnek részt. Más irányban olyan magyarosan ez úgy szokott lenni, hogy a szervező részéről is ott lehet bárki, és a díjaknak egy részét majd azok szépen elviszik. Nem is feltétlenül biztos, hogy nem csak sportban, hanem úgy általában mindenben, de ez adhat nekik ugyanúgy egy hatalmas löketet. Ezt ők hogy élik meg, amikor így Győrbe, most már egy másodízben van egy olyan verseny, ahol több ezer táncos ott van, és mégis ez valamilyen szinten az övéké, hiszen nyilván ebből is ki kell venniük a munkából a részét, hiszen itt jön be az, hogy csapatként dolgozva egy ilyen rendezvényt az ember nem tud már egyedül, csak a tanárokkal megszervezni. Én nem tartom etikusnak azt, hogyha egy versenyrendező a saját versenyzőit is versenyezteti a saját maga által szervezett rendezvényen. Én ezt az arany középutat választottam, hogy nézzétek, a mi versenyünkön ne versenyezzünk, viszont felléphettek, tehát ugyanazon a színpadon szerepelhettek, viszont akkor lépjünk fel, bemutatózzunk az eredményhirdetés szüneteibe, és így jó szájízzel úgymond távozunk a rendezvényről, mert megmutathattuk magunkat, viszont nem eredményorientáltan. Egy ilyen rendezvény nyilván hatalmas előkészülettel és munkával jár. Mi hozza azt, amikor úgy döntesz, vagy úgy döntöttél, hogy egy ilyenbe belevágsz, ami egy brutális nagy feladat azért. Úgy, hogy Győrbe még nem is volt ilyen, de nem csak Győrbe, hanem viszonylag kevés ilyen nagyszabású rendezvény van akár az országban is. És nyilván nem mindenki fog akár az embernek a szűk környezetéből sem támogatólag hozzáállni egy ilyen. Nem azért, mert neki hozzá kéne valamit tenni, hanem csak egyszerűen annyit, hogy igen, ez tök jó, hogy csináld. Teljesen őszinte leszek. Nem nagyon támogattak ebben a dologban. Kapásból, hogyha felhoztam ezt a témát, hogy figyelj, van egy nagyon jó ötletem. Én azt gondolom, hogy tudnék rendezni egy olyan versenyt, ami kimagaslóan nagyon színvonalas, nagyon jó verseny lenne. Viszont szerintem azt így kéne csinálni, kettős pont. És akkor ezt elkezdem mondani, és kapásból felsorolnak 5 okot, vagy 10 okot, ami miatt ne csináljon meg ezt a rendezvényt. Én meg kapásból mondok még 10 okot, amiért meg szeretném megcsinálni ezt a rendezvényt, és akkor ilyen UFO fejjel néznek rám, hogy Jézusom, te tudod, hogy miről beszélsz? Hogy ez itt Győr, meg ez egy réteg sport, meg nem hiába nem volt itt ekkora rendezvény, nem tudom mióta, és hogy ez esélytelen, hogy ezt felejtsd el, biztos, hogy nem fognak megmozdulni az emberek az ország második feléből, ja, hogy te szeretnéd, hogy külföldről is jöjjenek, hát ezt felejtsd el, biztos, hogy nem fognak jönni. Nyilván ennyi év után ez már nem biztos, hogy meglepi az ember, főleg úgy, hogy ha itthon nézzük az emberek hozzáállását sok mindenbe, akkor általában kifogásokat találjuk szembe, amiket te is most mondtál folyamatosan, hogy bármit mondasz, hogyha azért egy kicsit mondjuk dolgozni kell, akkor jön 3-4 olyan dolog, hogy hát ezt inkább adjuk is, mert hogy ez magától nem jön egy ilyen létre. Rám ez amúgy nagyon jellemző, hogy én nagyon szeretek nagyban gondolkodni, imádok nagyokat támadni, viszont amennyi sikert hoz, annyi pofont is hoz. Ezt mindig hozzáteszem, mert... És nyilván más erővel hat, mert amikor te benne vagy a lendületben, és jönnek a pofonok, azért az le tudja lassítani rendesen az embert.
egy ilyen nagyszobású rendezvénynél szervezőként mennyire tudja az ember megélni ennek az egésznek a hangulatát, mennyire tudja élvezni, amikor hatalmas felelősség, feladat van rajta, de közben meg egy akkora rendezvény, ezt táncosként nyilván tudja, hogy milyen volt részt venni annak idején ilyen versenyeken, hogy mennyire tudja mégis valamennyire ezt megélni. Pont az egyik kedves tanítványom írt rám a verseny után, hogy ő azt kívánná nekem, hogy tehát miután gratulált az egészhez, és így felvezette az üzenetét, hogy legszívesebben azt kívánná most nekem, hogy újra átéljem ezt a kétnapos rendezvényt, és nem a szervezői oldalról, hanem hogy szervesen része legyek, mint néző. Tehát, hogy ki tudjam élvezni azt, amit igazából megálmodtam, és ezt nagyon-nagyon jól látta ő is, hogy erre amúgy nagyon nagy szükségem lett volna. Nyilván voltak ezen az eseményen, vagy ezeken a program eseményeimen olyan pillanatok, amikor direktben megállok, és azt mondom, hogy jó, akkor ez az 5 perc most az enyém, és akkor ezt a produkciót végignézem, vagy most egy picit megpihenek, és így érzékelem, hogy mi van körülöttem. De ugyanakkor meg nincs rá lehetőséged. De ez nyilván kell az is, hogy az elején mondtad, hogy te sok mindenben ösztönösen működtél, meg mi más ösztönből működsz. Ez az is kell, hogy bizonyos feladatokat ki tudjak adni az én kezemből, mert nem lehet az, hogy mindent én csináljak, és nyilván egy ekkora csapatban meg tudom találni azokat a társakat, akikre ezt én rá tudom bízni. Igen, ez így van. Ösztönből működök, de egyébként itt azt is ide tenném, hogy egyébként így a világban, így az univerzumban, amiben így élsz, összeadódnak a dolgok. Rájössz idővel, hogy mindennek oka van. Oka van annak, hogy mi találkoztunk, megismertük egymást, oka van annak, hogy most pont erre jövünk, oka van annak, hogy miért ezt a rendezvényt, miért lesz lett a neve, tehát minden összeadódik az életedben, és egyszer eljön az a életednek az a szakasz, amikor erre úgy nagyon rájössz. És onnantól kezdesz tudatosan működni. És addig én valóban így azért használom ezt a szót, hogy ösztönösen működtem, mert addig próbáltam jobban csinálni azokat a dolgokat, amiket magam körül tapasztaltam, ahogy csinálják emberek. És azt gondoltam, hogy én simán tudom legalább így csinálni, viszont ha tudom úgy csinálni, akkor azt jobban is tudom csinálni nagyobb időráfordítással. És ez sok esetben igazolt is engem. Viszont egy idő után tényleg rájössz arra, amikor be kell nyomnod azt a gombot magadban, hogy innentől kezdve ez viszont, hogy ösztönösen dolgoz, rutinból dolgoz, nem lesz mindenhova elég. És ekkor van az, hogy utána kell olvasni, utána kell tanulni dolgoknak, önfejleszteni kell, és ez sok esetben ennek semmi köze nincs a táncteremhez. És említettük ezt a szeptemberi rendezvényt, ami ennek az egésznek megint egy tovább lépése talán, ahova már a sport mellé bejön egyéb olyan más dolog is, ami a motivációról szól, és arról szól, hogy mi kell ahhoz, hogy te 1000%-on tudjad égetni azt a gyertyát, ami a mindennapokhoz kell. A Dance Contest és a Sport Motivation rendezvény között legalább annyi különbség van, mint amennyi hasonlóság. Tehát nyilván mind a kettő a sportról szól, a mozgásról szól, míg a Dance Contest csak a táncról, addig a Sport Motivation pedig nem. Tehát nyilván a modern tánc ott is jelen lesz, hiszen ebből a vonalból jövök. Mindenki meg fogja találni azt az óratípust, vagy azokat a motivációs beszélgetéseket, óraadásokat, amik bizonyára érdekelni fogják. És ez a rendezvény egy óriási lehetőség lesz erre, hogy szintén úgy legyél jelen a rendezvényen, hogy miközben szórakozol, tanulsz is. Mert egyébként sok esetben ez nincs meg. Tehát nincs meg az a fajta szakmai képzés, ami kell egy ilyen rendezvényről, de ez önmagában nem baj, mert nem kell, hogy erről szóljanak ezek a rendezvények, mert nyilván a főszervező... De ez nyilván egy olyan plusz, ami miatt még plusz. Nagyobb értéke lesz a résztvevő részére, vagy számára, hogy nem csak egy versenyre megy el, mint mondjuk az áprilisi versenyre, ahol versenyezés közben ücsörög az öltözőbe és várja, hogy sorra kerüljön, hanem vannak olyan plusz programok, amivel egyrészt le tudod kötni, másrészt az neki hasznos is, és nem kerül igazából plusz pénzébe se, ami nyilván egy fontos ebbe az egészbe, hiszen aki versenyezni jár, annak elég komoly anyagi vonzata is van, amit sokszor nem fog tudni fedezni egy egyesület, vagy egy iskola, ahol ő ezt
tanulja. Mivel nyilván ez egy első rendezvény lesz e tekintetben, ezért nekem is fel kell majd jól mérnem, hogy mire van még igény, vagy éppen vagy mire nincs akkora igény. Hát én ehhez nagyon sok sikert kívánok, meg sok erőt, mert nyilván lesz benne még rengeteg feladat. És hogyha már víziókról beszélgettünk, akkor most nézzük meg azt a víziót, amikor cserélünk. Jó, hogy kíváncsi vagyok. Ez is lehet egy víziója ennek a mai napnak. Na, akkor pedálból tartsál nekem felvilágosítást? Vagy... Két pedálunk van, a jobb oldali értelemszerűen a gázpedál, a bal oldali a fékpedál, és van egy automata váltónk, balra-hátra tesszük előre menetbe, két fokozatunk van egy D meg egy B, a B-n nagyobb az áram visszatermelés, ott erősebb a motorfék, és van egy E-pedál fokozatunk még, ami hogyha be van kapcsolva, akkor egy pedállal is lehet akár vezetni, mert hogy az autót ezt megállítja, ahogy engeded le a gázról a lábadat, ő lassítja az autót, és hogyha leveszed a lábadat, akkor meg is áll. Azt próbáljuk ki ezt az E-pedált. Hát akkor hajrá. Nagyon jó a kormány, nagyon tetszik. És akkor végig csak ez, ugye? Akkor semmi. Aha. De hát én a manuális autók szerelmese vagyok. Úgyhogy, ismerős. De volt automata váltós autóm is, úgyhogy igyekszem átállni. Hát én nem az a srác vagyok, aki 200-300 fölött, vagy 200-300 km per óra alatt nem szeret vezetni. Én inkább ez a nyugisabb... Ez mindig így volt? Vagy ez nem. Idővel volt a ez így változott, kezdeti. Igen. Nekem volt egy sportkocsim, amit előszeretettel szerettem kihasználni arra a célra, hogy ez a minél gyorsabban startoljunk el a piros lámpán, tudod? De aztán így nem tudom, így ez így változott. Sokkal azt gondolják az elektromos autóról, hogy az lassú, meg nehézkesen mozdul. Na ez erre egy remek példa. Hogy a piros lámpánál néha van egy-két gyerek, aki ott elkezd arcoskodni, hogy akkor jön majd a nem tudom milyen autójával, és ezzel meg röhögve ott hagyod. És csak így néz utána, a következő lámpánál már nem annyira bohózódik. Igen. Hogy így csak így néz, hogy hát te honnan jöttél, és mi ez? Abban a kevés szabadidőben mire van igény, és mi az, ami abból megvalósulhat? Mondtad már többször, hogy egyre inkább figyelsz arra, hogy az én idő azért meg lehessen, vagy több legyen, mint volt régebben. Abszolút. Például ebben az évadban hétfőn és kedden tanítok. Öt csoportomnak van összesen 6 edzése. És ugye ebbe a két napba sűrítem bele a 3 versenycsoportomat, illetve a kezdő és a haladó óráimat. És ez is egy tudatos gondolatmenet, mert sokkal jobb, hogyha letudom a táncot, most bocsánat, hogy ezt mondom, de hogy így letudom a tánc részét hétfőn kedden, és nincs elosztva mondjuk heti 5 napba, mert akkor az agyam sem úgy működne, hogy délután 2-ig szervezek pont, és akkor 2 után 5 órákat adok, nem tudnék átállni, és akkor inkább hétfő keddi napom csak a táncról szól, tehát semmi mással nem foglalkozom, és akkor a nap többi részében viszont szervezek, jövök, megyek, intézem a feladataimat. Amire nyilván egyre nagyobb szükség van, főleg, hogyha az ember ilyen giga rendezvényekben is gondolkodik. Én azt gondolom, hogy olyan hatástöbbszörözést értünk el azóta, mióta külön stúdióval tudunk működni, mint azelőtt, amikor tudod ránk, tehát hogy az óra előtt, tehát meg volt az, hogy mondjuk délután 4-től tartunk órákat, akkor délután 3:50 perckor, akkor jó indulattal beismertél a terembe, és ha mondjuk 6 óráig tartottak az óráid, akkor 6:01 perckor már el kellett hagynod a termet, sőt, már előtte 2 percet kopogtattak az ajtón, hogy mindjárt 6 óra, abba kéne hagyni, mert jön a következő csoport. Jó, oké. Na most így működtünk rengeteg, sok-sok évig. Ennek az egyik része az volt, hogy nem volt, vagy nem nagyon használtunk akkor közösségi oldalakat, ahol kommunikáltunk. A másik része meg az volt, hogy az épület előtt kellett ezeket a csapatmeetingeket megejteni, mert egyszerűen nem volt rá máshol lehetőség. És mióta külön stúdióval tudunk működni Győrben, azóta a győri csapatainknak sokkal egyszerűbb ez a
fajta, akár szakmai fejlődése, vagy az, hogy klub életet tudjanak élni, és kapcsolatokat tudjanak építeni a stúdió berkein belül, sőt lehetőség nyílik arra, hogy akár ott tanuljanak. Én amúgy imádok ebben a környezetben lenni, tehát amióta megvan a stúdiónk, emlékszem az első két évben, reggel délben este ott voltam, alig akartam eljönni. Volt, hogy néha csak úgy benn is aludtam, mert egyszerűen imádtam, hogy ez így van, és szerettem volna szerves része lenni ennek az épületnek, de tényleg, és ma meg már nagyon másképp van, tehát így olyan furcsa, hogy így minden változik körülöttünk. Amúgy meg nem nagyon szeretem ezeket a nagy változásokat, tehát így az életemben sok mindennel vagyok így, hogy így nem nagyon szeretem a változásokat. Tehát én például tök nehezen váltam meg az egyik autómtól. Így szó szerint szétesett alattam, de egyszerűen meg kellett tőle már válnom. Meg így mindennel, ugye az emberi kapcsolataimmal is úgy vagyok, hogy akivel nagyon jó kapcsolatot ápolok, így szeretném, hogyha az úgy örökre úgy maradna, és ezek a dolgok így ne változzanak meg, és van egy csomó olyan külső dolog, tényező az életben, ami nem rajtad múlik. Tehát bármennyire akarod, nem rajtad múlik, és mégis megváltozik, nem a jó irányba, és ezeket így annyira magamra veszem. Aztán akkor így el szoktam ezeken gondolkodni, hogy ez miért van szükség ezekre a változásokra, és valahol mindig rájövök így idővel, hogy okkal, tényleg okkal történik minden. Okkal alakul úgy, hogy az ott másképp legyen. Ma már nem vagyok bent annyit, mint régen. Nem tudom, így valahogy úgy alakult az életem, hogy én is változok így az idő elteltével, hogy így nem szeretek egy helyen sokat lenni. Szóval nagyon, nagyon szeretek sokfele mozogni, és nem élem meg annyira jól, hogyha egy helyen nagyon sokat kell tartózkodnom. Teljesen más energiák vannak. Egyébként még a táncosoknál is szoktam ezt alkalmazni, hogy figyelj, hiába vagyunk ebbe a 140 négyzetméteres terembe, mondjuk egy-két órás edzésről beszélünk, sokszor szoktam azt csinálni, hogy figyelj, most te itt álltál másfél órája, cserélődjünk meg, és akkor onnan átsétál oda. És észreveszed, hogy teljesen más energiákkal kezd utána dolgozni. Annak igen, mert belekényelmesedik abba, amit már beleszokott, és hogyha abból kimozdítod, akkor nyilván más eredménye lesz ennek. Na én is úgy vagyok ezekkel a térhasználatokkal, hogy nem azért érzem azt, hogy most már nem kell ott lennem, és így elmozdulnék másfele, mert amúgy meg nem bírnám ki, hanem egyszerűen érzem, hogy sokkal hatékonyabb vagyok, hogyha lehetek máshol is. Én például imádok dolgozni akkor is, amikor mondjuk nyaralok. És akkor sokan mondják, hogy te normális vagy, elmész nyaralni, pihenni, és még ott is dolgozni. És azt mondom, hogy akkor imádok a legjobban dolgozni, mert sokkal hatékonyabb tudok lenni. Tehát olyan ötleteim jönnek, hogy jegyzetelnem kell, mert annyi van belőle. És tudom, hogy ez megint a hatás többszörözés eredménye, hogy kimozdultam egy állapotból, egy környezetből, és egyszerűen annyira inspiratívan kezdek dolgozni, hogy hát persze, bolond lennék. Pont ezért, mert nem a megszokottban vagy, sokkal igen. Inspirálóbb lehet akár a környezet is, meg az, hogy nem a napi rutinban van benne az ember. Nyilván, hogyha valaki magának dolgozik, nem napi 8 órát beül egy asztal mögé, akkor sokkal többet is fog dolgozni, viszont miután azt csinálja, amit szeret, amit elég kevesen csinálnak ma valójában, így sokkal kevesebb energia felhasználással fogja azt a sokkal több munkát elvégezni. Amikor mondjuk elkövettem egy hibát a múltba, rosszul kommunikáltam, rosszul jöttek össze a dolgaim, és nyilván ennek mindennek megvan az oka, hogy ez miért van, és akkoriban persze egy konok voltam, és így azt gondoltam, hogy nem, mert biztos, hogy nem én hibáztam, én jól csináltam a dolgaimat, és akkor nyilván mást hibáztattam, tehát ez a felelősséghárítás tipikus esete, hogy mindenki hibás, csak te nem, és akkor szintén évekkel később így olvasol egy könyvet, és leírják azt, hogy na, ha valakinek ilyen eredménye születik, akkor ennek mi az oka? És akkor szintén megint fogom a fejem, hogy úristen, azt gondoltam, hogy ez nem rajtam múlt közben, de leginkább rajtam múlt. És ezek ilyen nagyon durva dolgok szerintem, amikor így felismersz ilyen eseményeket, vagy szituációkat. De most már akkor ebbe is képbe vagy, pontosan tudod, hogy minden rajtad múlik,
Ez így van. Ez legyen így ezután is. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Nagyon jól éreztem magam, jó volt beszélgetni egy jót.